Hajnalig tartott a buli Kunfehértónmára a rendezvény első napján. Gyerekek, fiatalok, idősek együtt szórakoztak. A fesztivál első fellépője Szabó Balázs bandája volt, utána pedig a Förkén zenéjére porzott a talaj a közönség alatt. Az Irpunk rajongói nem panaszkodhattak, a Förkén együttes tagjai mindent beleadtak a csütörtök esti koncertbe. Mindenki más lát benne, a szövegek is érdekesek, izgalmasak, nem olyan nagyon egyszerűek, érdemes odafigyelni, meg a zene is egyben nagyon-nagyon szórakoztató, de ha valaki odafigyel, akkor elég sok olyan muzsika van benne, olyan apróság, amit a jazz zenéből hozott mondjuk Peti, vagy a klasszikus zenéből Lili, meg én, a Bazsi a jazzből, és így tovább. De nem csak a zene vonza az ide látogatókat, a különleges házi készítésű sörök is nagyon népszerűek. Az írvörös az egy nagyon közkedvelt sörünk, a megyes is nagyon szeretik, és a zöldalmás pedig úgy tudom, hogy csak nálunk kapható, az is egy új és egy nagyon népszerű sör. A Kunfehértói Sör és Grill Fesztivál idén 20 éves, nem kevés idő ez egy rendezvény életében. És hogy mi az, ami még mindig ide vonza az embereket? A szervezők azt mondják, a minőségi tartalom az, ami megtartja a közönséget. Akkor mi voltunk az úttörők itt a környéken, Kunfehértó környékén, Kiskuhalas, vagy a környékén nem voltak fesztiválok, nem voltak falunapok. Ilyen rendezvények nem voltak, tehát ugye szokták mondani, hogy vakok között félszemű volt a császár, tehát mi ugye helyzeti előnnyel rendelkeztünk. A csütörtök esti buli pedig bizonyíték volt arra, hogy a Kunfehértói Sör és Grill Fesztivál még ma is nagyon népszerű. Érdemes ellátogatni, a hétvégén ugyanis még nagyobb bulira számíthatnak az ide látogatók.